Tehát idén 25 évesek lettünk, és erre elég büszkék vagyunk, hiszen itt előbb említettem, az IT-ban nem sok olyan cég van szerintem, aki a 25 éves kort megélte, főleg, hogyha ilyen komponens termékekről beszélünk. Hogyha egy pár szóban fel szeretném vázolni, hogy minek köszönhető az, hogy 25 éve ugyanitt vagyunk, stabilan és előre tekintve a jövőre, hogy minek köszönhető ez, akkor talán itt a legfontosabb pontokat összeszedve kiemelném azt, hogy mi igazából nem csinálunk semmit, csak memóriát. Mi nem gyártunk kábeleket, egereket, kijelzőket, vagy bármi egyéb ilyen dolgot, csak egy dologgal foglalkozunk, az, hogy a készülőnkeket tudjuk upgrade-elni, bővíteni memóriával, semmi mással. Legelőször nézzük meg az USB kínálatunkat, a pendrive-unkat, és talán fel fog tűnni azt, hogy ez nem egy új termékünk, ez egy régi termék, régi, egy-két hónapos termékről beszélünk. Mégis ez azon ritka termékeink közé tartozik, ahol két egymás melletti USB slotba be tudjuk tenni az USB kulcsunkat, hiszen maga a háza nem szélesebb sokkal, mint maga egy USB kulcs. A másik ilyen termékünk, amire nagyon büszke vagyok, ez az én személyes kedvenc termékem, ez a DTS E9-es. Ezt pedig a Kingston-nak a tulajdonosa tervesztette egy dizájner stúdióval. Ez egy fényből készült USB kulcs, ami pont olyan széles, mint maga a port, tehát ez is egy kulcskarikán bőven elfér. Ennek lesz egy új verziója, színében fog eltérni, igazából egy arany szín, de ugyanúgy fényből készült, tehát nem az a fajta anyag, hogy fémes jellegű műanyag, hanem ez maga a fém, tehát nem a nyúlon túl, hanem a nyúl az, ahogy szoktuk mondani. És a következő olyan termék, ami szintén nem új, de talán mégis érdemes egy-két szót említeni, ez pedig az, hogy eddig a Kingston csak is kizárólag a nagy cégeknek gyártott, titkosított USB pendrive-ot. Volt nekünk ilyen, a channelben annyira nem volt népszerű, inkább a végfelhasználók, a nagyobb cégekre kell gondolni, mint bankok, egyéb intézmények, biztosító társaságok vették ezeket az USB kulcsokat, viszont nem volt olyan kifejezetten széles körben gyártott USB kulcsunk, amit tényleg az átlag felhasználat találta volna meg, olyan technológiával, amit titkosított. Ez egy ilyen, és szintén fényből van maga a készülék, vagyis az USB kulcs. Ami viszont szerintem még izgalmasabb az eddigiektől, az pedig az a 3.0, ami arra hivatott, hogy mi már szinte csak is kizárólag a 3.0-as USB kulcsok felé tekintünk. Most ott tartunk, hogy az 50%-a kulcsainak, az USB kulcsainak 2.0-as, és a másik fele 3.0-as. Szerintem, nem tudom ki fog emlékezni, de egy év múlva, ha itt fogok állni, akkor nem lesz miről beszélnem, hogyha az USB 2.0-át szeretném felvetíteni ide a táblára. Szerintem már nem lesz USB 2-es termékünk. De ezt mennyire így gondoljuk, erre az élő példa, ez a legalapabb belépő szintű USB 3-as kulcsunk. Azért nagyjából lehet látni, hogy ez egy műanyag, tényleg egy belépő szintű árában nagyon kedvező USB 3-as kulcs, és ettől már csak jobbak vannak. A másik, a DTR 3.0-as, ez egy gumírozott strapabíró pendrive, nem véletlenül, hogy ilyen hátizsák, karabiner mellett lett fotózva, mert ez tényleg jobban ellenáll a mechanikai behatásoknak. Egyébként ennek a sebessége durván olyan 70x30, tehát 70 megabyte per szekundumon olvas, és 30-on pedig ír. Ez abszolút megfelel egyébként a középkategóriás USB 3-as kulcs specifikációjának. Ettől egyel följebb merészkedünk. Azt gondolom, hogy ez lett az átlagos, ha lehet ilyet mondani, az átlagos felső szintje az USB 3-as jelenkori technológiának. Ez már egész pontosan, nekem is kuszkázom kell, ha jól mondom, hogy így van, ez 100x70-et tud, tehát 100 megabájton olvas, 70-en pedig ír. Most ha kicsit belegondolunk, hogy USB 2-esekkel, amikor nagyon-nagyon meghúztuk azt az USB-ket, hogyha a legjobbat vettünk belőle, és oda voltunk, hogy ez most gyors legyen, azt tudott durván olyan 30x25-et jó esetben fogjuk rá, de 30x20-ot az a nagy átlag. Itt pedig arról beszélünk, hogy az átlag közép USB 3-nak a sebessége az 70x30, ennek pedig már 100x70. És hát az én kedvencem az viszont ez. Ez pedig nem más, mint a HyperX USB kulcsunk. Ami két dolog miatt is kedvencem, a kapacitás miatt, 256 GB-os is lehet akár,
viszont a sebességet itt azért külön kiírtam, mert lehet, hogy ha mondanám, akkor nem hinnétek el, de ez tényleg annyi. Tehát ez azt mondhatjuk, hogy a legjobb USB 2-es kulcshoz képest olyan 7-szeres sebességet tudunk elérni ahhoz képest. És van ott egy lány a képen, ezt jegyezzétek meg, mert erről később még lesz szó, hogy miért is van nekünk egy lányunk egy HyperX-hez, erről később még fogjuk beszélni. Ugye előbb mondtam azt, hogy mindenki jegyezze meg azt a lányt, akit ott látott, és mivel Arnold Schwarzeneggert nem tudtuk odaállítani a képre a Predator kapcsán, ezért inkább rajzoltunk egy lányt, akit, ha jól tudom, heroinnak hívnak. A HyperX-en most nem úgy tekintünk, mint a RAM, meg a USB kulcs, hanem egy külön brand a cégen belül. Ilyen HyperX-et külön brandként kívánjuk kezelni. Hát mondhatnék itt most nagyon nagy neveket, mint mondjuk a BMW-nek az M divízió, vagy a Mercedesnek az AMG. A Predator egyébként még csak annyit, ez a T1-esnek a leváltó modellje, tehát a T1 HyperX-nek az utódja. És hát itt volt már egy beszélgetésem, hogy ott mit lehet ebből kihozni. Ott ugye csak azt mertem elmondani a riportban, hogy 2600-ig tudjuk ezt húzni. Azért én elmondom zárójelben, hogy olvastam valamelyik nap egy olyan cikket, hogy 2800 MHz-ig fel tudták ezt a RAM-ot húzni teljesítményben. És itt van a csoportkép, úgymond HyperX, de most már ugye tartozik RAM, tartozik USB kulcs, tartozik SSD, hogy igazából mindent igyekszünk felölelni a HyperX mögé, a kiemelt teljesítményű termékeinket. Ez sem kivétel is itt a különböző lányok, nekem egyébként balról a második jön be a legjobban, de ez mindenkinek az egyéni döntése. SSD-ből hol tartunk, mit csináltunk és mi várható? Ugye megint a fő kérdés, hogy merre tovább, hogyan tovább, mit látunk SSD-ben. Negyedévre borzasztóan emelkedik az SSD-nek a száma, az adott SSD-k száma. Mi azt látjuk, és itt most Magyarországról beszélek, hogy a torta szelet nő. Tehát még abszolút nem értük el azt, hogy a tortán kezdünk el osztozkodni, még nem. Még a tortát hála Isten tudjuk növelni. Érdekesebb az pedig az átlagkapacitás. Hogy ott mit látunk, ugye látjuk, hogy idei év első negyed évében egyszer csak elkezdett elindulni fölfele a kapacitás. Nyilván ennek ott a magyarázata, hogy miért történik ez, azért történik ez, mert ugye az árak csökkentek. Tehát igazából most Q2-es számok alapján úgy látjuk, hogy olyan 110 GB-nál tart az átlagkapacitás.